Tiszteletek, köszöntöm a kedves nézőket! A Lólépésben sok magazinban járunk. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és nekem jut az a szerencsés megtiszteltetés, hogy a kedves nézőket tájékoztathatom a megye a régió életéről. A megyei csapatbajnokságban változása sorrendben nem történt, úgyhogy erről nem kívánom a kedves nézőket tudósítani, hiszen fölösleges ismétlésekbe bocsátkoznánk. A megyei első osztályú csapatbajnokságban az NVSC áll az élen, második helyen áll a Nyíregyházi Egyetem, a harmadik helyen pedig a Dávid SC, őt követi a Fehér Egyarmat kisebb lemaradással. Egy forduló van hátra a megyei csapatbajnokságról, az utolsó fordulóra április 26-án fog sor kerülni. A közelmúltban, a napokban nagyon fontos forduló volt az NB2 küzdelmeiben, a 9. fordulóra, illetve a 8. fordulóra került sor, és megütközött egymással a tabella egyik éremesélyese, a hajdúböszörményi csapat, a Tiszavasvári csapattal. A Tiszavasvári csapat papírforma szerint jóval gyengébb, mint az igen erős hajdúböszörményi csapat, ennek ellenére a Tiszavasváriak Keményen ellenálltak, 7,5-4,5 arányban szenvedtek vereséget a hajdúböszörményi csapattól, ami azt hiszem igen tisztességes helytállás volt a vasváriak részéről egy sláger mérkőzésre került még sor, mégpedig a két nyíregyházi csapat, az NVSC és az egyetem ütközött meg egymással, igen impozáns helyszínen, a megyeháza dísztermében, ugyanis az egyetem, a egyetem versenyterme a megyeháza díszterme. Ettől szebbet alig, ha lehetne elképzelni, 12 évvel ezelőtt ott még magyar bajnokság lebonyolítására is sor került, ahol az élvonalbeli nagymesterek küzdöttek egymással. Visszazökkenve az MB2 közdelmeibe, a forduló előtt a Nyíregyháza Egyetem egy csodálatos negyedik helyen állt, az NVSC pedig vezette a mezőnyt négy és fél pont előnyel bajnok esélyesként. A papírforma azt ígérte, hogy az NVSC fog győzelmet alatni, de közel, közel sem mindegy, hogy milyen arányban. Azért, mert az NVSC a bajnoki címért versenyt fut a szlovák, a román és ukrán vendégjátékosokkal megerősített szírma besenyői csapattal, és a szírma csapat karcagra látogatott, várhatóan nagyobb arányú győzelmet érnek el, és ezért az NVSC igyekezett igen nagy arányban legyőzni az a niregyházi Egyetemet. Nos, a forduló napján az esti órákra minden tisztázódott, ugyanis a karcagon igen-igen nagy győzelmet aratott a konkurrens szirmabesenyő, tíz és fél másfélre tudta kiütni a karcagi csapatot, csupán egy ö, román nemzetközi mester és egy ö, újvidéki, tehát szerbiai lakos magyar fidemester tudott ö, ö, döntetlent elérni, illetve nyerni a szirmabesenyőiek ellen, tíz és fél másfél arányban győzött a szirmabesenyői csapat. A megyeházán pedig egy óriási 5 órás küzdelemre került sor. Az NVSC igen erősen állt ki, két mesterét nélkülözte mindössze, és igen-igen jól állt ki a nyíregyházi egyetem is. A papírforma NVSC győzelmet ígért, de közel sem volt, mindegy, hogy milyen arányban. Nos, végeredményben a nyiregyházi, vasutas, az NVSC nagyobb arányban tudott győzni. Először is ugye három órát kellett várni arra, míg kezdjenek eldőlni a partik, ugyanis az egyetemisták keményen ellenálltak. Összesen két és fél pontot szerzett a Nyíregyházi Egyetem, két győzelmet ért el és egy döntetlent, míg kilenc partiban az egyvészi játékosai nyertek, kilenc és fél, kettő és fél volt a végeredmény. Fordulatos mérkőzés volt, azért is fordulatos, mivel több parti megfordult, a, az NVSC játékosai két partiban ö, nehezebb állásból értek el győzelmet, és ugyanez volt ö, a az egyetemisták által nyert két partiban, két nvsc játékos ö, nyert állásban, sőt az egyik partiban igen nyert állásban, teljesen nyert állásban. Ö, vesztett, úgyhogy a fordulatos mérkőzés végén én azt hiszem, hogy egy igazságos eredmény született. A forduló befejezése után az NVSC vezeti a tabellát, bajnok esélyes az NB2-ben, három és fél pont előnyel vezet, hatodik helyen áll, tehát igen erős középcsapat a Nyíregyházi Egyetem, és a tabella vége felé a tizenegyedik helyen áll a Tisza Vasvári csapata. A mai adásban nem erről a fordulóról szeretnék a kedves nézőknek partikat bemutatni, hanem a megelőző a hetedik fordulóból igen érdekes partikat, ahol, ahol természetesen megyei játékosok arattak győzelmet. Az első partiban a Nyíregyházi Egyetem és a Tiszavasvári csapatának egy-egy játékosa mérkőzött meg egymással, két igen fiatal, szép reményű sakkozó, aki küzdelmében világos érte a győzelmet. A világos figurákat a Nyíregyház Egyetem legjobb ifjúsági játékosa Tóth Tibor vezette, a sötét figurákat pedig a Tiszavasváriak egyetemistája Rádai Zoltán Máté. A partiban, tehát az ifjúsági Tóth Tibor vezette a világos figurákat, E4-jel nyitott, amire Rádai Zoli D5-tel válaszolt. Ez az úgynevezett skandináv védelem, ahol, ahol sötét azonnal felvállalja az állás bizonyos mértékű megnyitását, igyekszik a D5 ponton megvetni a lábát, természetesen Világosnak lehetősége van túltolni a gyalogot, akár meg is védeni azt, de a, a, ezek csak valami rendkívül ritka mellékváltozatok. A fő folytatás az, hogy világos beütött D5-re. Most lehetősége van sötétnek vezérrel ütni a gyalogot, ez az egyik változat, ahol 20 c 3 mal folytathatná a fejlődést világos, a gyalog visszanyerését sötét későbbre hal halasztja, és a másik fő folytatást választja a 20 f 6 ot 20 f 6 itt most lehetősége volna világosnak megkíséreni, megvédeni a, a D5 gyalogot C4-jel, de hát ez, ez egy, nem egy igazán jó folytatás volna. D4-jel folytatta a partit világos, mint egy hagyva, hogy a huszár üssön vissza D4-jel, de hát akkor meg c 4 el lehetne zavarni azt a huszárt és világos birtokba venni a centrumot. Sötét, ezért aktívabb tisztjátékot ö, igyekszik megvalósítani. C6-ot húz amelynél, hogyha sötét, világos megtartaná a gyalogelőnyét és beütne sötét C6 gyalogjára, akkor huszár C6 következne, és azok a huszárok nagyon aktívak volnának, tehát az áldozott gyalogért egy fejlődési előnye volna sötétnek, de most ebbe a változatban nem mehetünk bele ennek az elemzésébe. C6-ra ugyanis Tó Tibor C4-et húzott, C4, és a C4-jel a Károkán védelemnek egy, egy külön rendszerébe terelte a játékot. Ezek után lehetősége van sötétnek visszanyerni a gyalogot, C6 üt D5, és világos 20 C3-mal folytatta, ezzel már a Karokán Védelem Panov támadásába kerülünk, ha jól emlékszem, a megnyitási rendszernek a nevére. Tehát 20 C3. Ezek után világos folytatta a fejlődést, Huszár C6-tal, bár E6 is egy adott változat, egy főrendszer, de E6 helyett az aktívabb, Huszár C6-ot választotta Rádai Zoli, amire következett Huszár F3. Futó G4, és ezen folytatás után világos beütött D5-re. 5 D5, Huszár D5. Ebben a változatban, ezt a változatot maga Bobby Fischer is igen eredményesen játszotta, ebben a változatban egy viszonylag ritkább folytatást választotta Tóth Tibi, futó B5-öt, amire a bástya C8-at lépte sötét. Ezek még mind ismert lépések, ezek előfordultak a, a mester gyakorlatban, tehát eddig még mondhatnánk azt is, hogy az elmélet útján járunk. Ezek után világosnak meg kell oldani a G4 futó problémáját. Ha az a futó nem volna ott, most elég erős lépés volna a huszár E5, ezért H3-mal megtámadja azt a futót, és itt sötétnek két fő folytatása lehetséges, vagy leüt a futóval F3-ra, az talán egy kicsit gyengébb folytatás, futóüt F3, vezérüt F3, és ezek után e hattal próbálhatja stabilizálni az állását, konszolidálni az állását sötét. A másik folytatás pedig a futó H5. Tehát fenntartja a kötést, és ezzel arra kényszeríti világost, hogy ha fel akar, szabadulni akar ebből a látszólagos kötésből, akkor G4-et húzzon, G4, és a futó ezzel G6-ra kényszerül. Nos, akkor, amikor H3-ra futó H5-öt húzott ö, sötét, és nem adta le a futóját F3-on, akkor látnia kellett, hogy huszára 5 következhet, huszár 5 tehát kulminál a harc a C6 ponton, illetőleg le tudja ütni a G6 futót is, megfosztva ezzel sötétet a futópártól. Sötét ezek után a huszárját lecserélte C3-on, huszár üt C3, C3 gyalog üt C3, és vezér D5 folytatás következett. Ö, még mindig az elmélet útján járunk, ezek, még, ezek a lépések még előfordultak a mester gyakorlatban, sötét a vezér D5 lépéssel rákacsint a h 1 álló világos bástyára, világosaknak azonban vannak közbe iktatásai, futóüt C6 sakk, amire a bástya üt vissza C6-ra, és most rövid sánc következik, és ö, sötétnek most ö, azon kellett lamentálnia, hogy igyekezzen befejezni a fejlődését. E-hattal esetleg a, kinyithatta volna az F8 futó átlóját, amelynek a lépése után rövid sánccal befejezhette volna a fejlődését, ehelyett inkább kaszírozta a gyalogot. Tehát bástya őt C3. Most világos beadta a vezér A4 sakkot, Vezér a négy Ebben az állásban ö, Sötétnek, én azt hiszem, hogy Sötét itt hibázta el a partiban a, a játékot. Király D8-at lépett, ami, ami nekem, nekem nagyon nem tetszik. Király B, D8 helyett én inkább a bástyá, illetve a gyalogot ö, húztam volna közbe, tehát gyalog B5 következhetett volna, és ö, és nem következett volna be ilyen összeomlásszerű vereség. Minden esetre király D8-at lépett sötét, és én azt hiszem, hogy ez már nagyon nem, nem jó. Fejletlen a sötétnek a királyszája, ott toporog az F8 putó, ott toporog a H8 bástya, a király kilépett a kiindulási helyéből, és ebből fakadóan a a sötét már nem sáncolhat el, tehát középen reked a királya. Következett vezér üt A7. Sötét igyekszik kifejlődni, e 6 lépett, e 6 lépett, tehát túl, túlzás lett volna még, megkísérelni, leütni a, a D4 gyalogot, persze az nem megy olyan egyszerűen, mert A7-ről visszavéd a, a világos vezér futó D2-t húzott, világos, ami szintén nagyon erős lépés, talán még ajánlani lehetett volna akár az azonnali futó G5-öt is, de ez a futó D2 is tulajdonképpen már ö, nyeréshez vezet. Azért vezet nyeréshez, mert ezzel a futó D2-vel lehetővé teszi Sötétnek a bástyaüt H3-at, amire matt fenyeget vezér h 1 el vagy bástya h 1 el csak hogy van egy jelentős csak hogy a fejlődésbeli előny, tehát itt következett bástya üt H3. Ugye itt fenyeget a bástya H1 vagy vezér H1 mat, azonban egy F3 lépéssel tulajdonképpen fogságba ejtette a H3 bástyát világos. Tehát F3. Nos, ebben az állásban Rádai Zoli valószínűleg már érezte, hogy nagyon rosszul áll, és igyekezett bonyolítani az állást, taktikai elleneségeket keresni, ami egy bizonyos fokú profizmusra val, hiszen ugye, hogyha a táblán rosszul állok, akkor nem szabad úgy játszani, hogy teljesen biztos legyen a vereségem, csak időkérdése legyen, és hosszú legyen a, a parti, mint a makaróni, hanem inkább akár, akár rosszabb állást, objektíve rosszabb lépéseket is felvállalva, de de bonyolítani kell az állást, mert ha bonyolult az állás, akkor a nyer, nyerésben lévő fél még eltévedhet, és, és nagyobb esélye van a, a hibázás hibázásra. Ezért Sötét úgy gondolta, hogy H5-tel igyekszik kinyitni a H vonalat, és nulltempós lesz a H8 bástája, következett H5. Az ötlet világos, ugye, hogyha világos beütött volna a gyalog a H5-re, akkor a H8 bástya került volna, ütött volna vissza H5-re, és nagyon aktívan donktak volna a sötét nehéz tisztek a világos király között, azonban van egy, egy közbeiktatás, nevezetesen vezér B8-sak. Egyetlen helyre léphet most már csupán a, a sötét király, Vezér ö, király E7, és itt van a gyilkos futó G5-sak, futó G5. Na most ö, nem lehet mást lépni, mint F6-ot. F6-ra azonban következhetett volna Huszár g 6 és egyéb iránt is lehet tovább támadni a királyt, úgyhogy Ráda Izolit már nem kívánta folytatni a partit, és kezet nyújtott Tólibikének, aki ezzel egy igen hatásos és szép győzelmet aratott, vezetéshez juttatva a Nyíregyházi Egyetem nagyszerű csapatát. Ebben a fordulóban a az NVSC csapata a Debreceni csapata, a Debreceni sokbarátokkal mérkőzött meg, és igen szép arányú győzelmet aratott. Erről a mérkőzésről is választottam egy partit, természetesen ennyi megengedjen nekem, hogy NVSC-s győzelmet szeretnék a kedves nézőknek bemutatni. Az NVSC mesterjelöltje Hibján Tamás mérnök úr vezette a világos figurákat, ellenfele a debreceni kis László volt. Tamásról tudnélik, hogy erősebb játékos, mint Kislaci, és én bíztam benne, hogy sikerül győzelemre vezetni ezeket a partikat. Tamás nagyon erős sakkozó is emellett nagyszerűen számolja a változatokat. Hát a parti váratlanul rövidre sikerült. Egy ideig az elmélet útján haladtak a, a küzdőfelek, majd Tamás egyszerűen káoszta ellenfelét, nézzük tehát a partit. Tamás e 4 nyitott, mint minden esetben, amikor világossal van, ellenfel a szicíliai védelmet választotta, tehát az E4 lépésre egy aszimmetrikus C5-tel válaszolt. Mivel Világos megvetette a lábát e 4 egy gyaloggal, amely gyalog őrzi a, a D5 mezőt is, Huszár F3-mal a fő folytatása folytatta, ami ellenőrzi a D4 és a, az E5 mezőket, és Kislaci pedig a Huszár C6-tal válaszolt, ami semlegesít. Igyekszik a, az f 3 20 -át. Ezek után kezdődik a, a fő változatban, ugye a centrum bizonyos fokú megnyitása D4, és sötét itt ö, egyetlen értelmes jó lépése van, a fő folytatás az 5D4. Nos, Tamásnak itt lehetősége van például C3-mal a morracselbe terelni a játékot, de ő nem az a, az a gyalogáldozatos változatot választó játékos, hanem a tartalmas küzdelme kedvelője, ezért az emlélet útjain, fő útjain a főváltozatoknál marad, huszárüt D4, és sötét itt az E6-os rendszert választotta, E6. Erre következett huszár C3, A6, és egy szolid tartalmas erős futó E3. Vezér C7-tel folytatta sötét, tehát ugye a szicíliai védelemben mindig számolni kell a C vonalon megjelenő szicíliai ellenjátékra, és ez természetesen nem azonnal fog megjelenni. A c 6 álló Huszár útjában áll még a C-vonal szicíliai ellenjátékának, de hát először is a küzdőfeleknek ki kell még fejlődni. A fejlődés során pedig Tamás egy, egy stabil futó e 2 válaszolt, ami azt hiszem, hogy egy hosszú távú, stabil, kis, stabil előnyt adó rendszer. Futó e futó E7, rövid sánc, és uh, huszár F6 következett. Uh, A3-at válaszolt világos, amivel tulajdonképpen egy, egy, mellékváltozatnak veszi az elejét, ugyanis ha nem húz A3-at, nem ellenőrzi az A3 gyaloggal a B4 mezőt, akkor sötét futó B4-et is húzhatott volna, és ezzel rákérdezett volna az E4 gyalogra, azt már ugye nehezebb lett volna akkor védeni, tehát F3 nem igazán jó, és a futó D3 sem. Mindenesetre A3-mal elejét vette a futó B4 kitámadásnak egy mellékváltozatnak, rövid sánc következett sötét részéről. Nos, ezek után, hogy Tamás biztosította az állását, megindul a király elleni támadásra F4, amire D6 következett, egy rugalmas centrumot, nyomott, de rugalmas centrumot épít sötét, futó F3, futó D7, tehát láthatjuk, hogy a sötét centrum kisé nyomod, de olyan, mint egy rugó készül kirúgni magát, ez egy közismert felépítés. Huszár B3 visszakozás történt, majd Huszár e tel illetve Huszár A5-tel nyitja a C vonalat sötét. Huszár A5 következett, a Huszárt indokolt lecserélni, ezért Huszár üt A5, vezér 5A5, és vezér D2. Következett a futó C6, amivel kezdi nyomni az E4 pontot ö, sötét. Bástya F E1, tehát a, a Bástya az E vonalon igyekszik megtámogatni az állást, Bástya A D8 jött erre, ez pedig egy szörnyű ö, hiba, remélem a kedves nézők is jól látják, hogy mi ebben az állásban a hiba, a, visszakozásból, a visszakozástól, a vezér visszakozástól elveszi a D8 mezőt. Tehát Tamásnak, ö, Tamás, én ö, nézve a partit láttam, hogy egy pár percig számolt, és ö, végül csak meghúzta a nyerőt, Huszár d 5 ez a huszár azért nagyon jó, mert a vezért támadja, a vezért el lehet vinni, vagy akár le is lehet cserélni, viszont vezérű D2-re következik egy közbeiktatás, huszárüt e7 sakk, király h8, majd a futóval Tamás vissza tud ütni d2-re, és tisztelőnyben marad, és ezek után kénytelen feladni a partit sötét, tehát nem is folytatódott a küzdelem. Másfél óra játék után az NVSC ezzel a pompás győzelemmel, lerohanásszerű győzelemmel megszerezte a vezetést. A partiban tehát a küzdő felek sokáig az elmélet útján jártak, a mester gyakorlatból már ismert lépéseket húzták, azonban sötét óvatlan volt ezzel a bástya AD8-al. Igazából azt hiszem, hogy nem is nagyon lehetett megérteni, hogy mit akart ezzel a bástya AD8-al, hiszen nem akart felvonulni a C volalon, talán a D5 ellenlökésre kívánt rájátszani sötét, ami ugye, hogyha sikerül a sötétnek meghúzni a szicid médiai védelemben, akkor gyakorlatilag kiegyenlített, de ezt, a, ezt az egyszerű taktikai jellegű szúrást elnézte, és ezért kényszerült feladni. Kedves nézők, remélem tetszettek a parti önöknek, nekem különösen ez utóbbi parti tetszett, mivel az én klubomat juttatta az erős debreceni csapattal szemben vezetéshez. Elfogyott sajnos a műsoridőnk, el hogy búcsúzzak. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!